Ezek a drónos felvételek még nyáron készültek, éppen a Tisza-Tivadar fölötti szakaszán alakítottak ki árvízvédelmi töltéseket. Ezeken a képeken pedig egy komplex beruházás műtárgyai látszanak, melyek a vízügyi igazgatóság ár- és belvízvédelmi, valamint vízmegtartási és vízgazdálkodási rendszerének szerves részét képezik. Az évente esedékes őszi felülvizsgálat során a megye összes védelmi létesítményét ellenőrizték. Teljes körön ellenőriztük a védelmi rendszer állapotát, fenntartottságát, sehol nem találtunk védbiztonságot veszélyeztető hiányosságot, kiváló karbantartott állapotokat találtunk mindenütt, működnek a szivattyútelepeink, zsilipek, vízkormányzó műtárgyak, működik a távjelző és hírközlő rendszer, informatikai rendszer, rendben vannak a védelmi tervek, nyilvántartások, és természetesen értékeltük a személyzet, a beosztott állomány felkészültségét is. Minden területi dolgozónk írásban és szóban beszámolt a bizottság előtt, azt állapítottuk meg, hogy kiválóan felkészültek és lelkiismeretes összehangolt munkát végeztek az elmúlt időszakban. Az állapotfelmérés 2 hónapig tartott, mely alatt mintegy 50 szakember ellenőrizte az összes védelmi szakasz összes létesítményét. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke szerint a térségünk ár- és belvíz szempontjából is különösen veszélyeztetett, ezért kiemelten fontos a feti vízig megfelelő felkészültsége. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy nagyon kitett megye árvízvédelmi szempontjából, sőt belvíz szempontjából is, és azért ezek a létesítmények azért mind a két területen nagyon fontosak, hogy mindig olyan minőségben és olyan működőképes állapotban legyenek, amely különböző vészhelyzeteknél rögtön bevethetőek tudjanak lenni. Ráadásul ugye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye még egy olyan kihívással is meg kell, hogy küzdjön, hisz egy határmenti megye, és ugye a határon túl, akár Ukrajna, akár Románia felől szintén veszélyeselkedik ránk, főleg olyan időszakokban, amikor ugye nagy esők vannak, hiszen hegyekkel körülvett megye vagyunk, és itt is nagyon fontos az, hogy valóban akkor azok az árvízvédelmi létesítmények azok megfelelő állapotban legyenek, hogyha valamilyen vészhelyzet kialakul. A Felső-Tisza vidékén több olyan komplex beruházás is folyamatban van, melyek a többletvizek védelme mellett a vízhiány megoldásában is segítséget nyújtanak majd a jövőben.